Szeretettel köszöntöm Önöket! A Szolnok Televízió mezőgazdasági magazin műsorának augusztusi kiadásában egyebek mellett beszámolunk egy élelmiszeripari munkahelyteremtő beruházásról. Megnézhetjük, hogyan működik egy olyan kombány, amely képes az adott talajviszonyokat és egyéb paramétereket megismerve optimális működésre. Szó lesz a mezőgazdasági rendszer működésének várható módosításáról és a kormány azon koncepciójáról, mely szerint 10 éven belül csak tiszta környezetben termesztett, tiszta termények kerülhetnek a földekről a feldolgozóiparba, illetve a boltokba. Adásunk végén az agrárkárenyhítésről és a kapcsolódó tudnivalókról hallhatnak. Töltsék velünk a következő fél órát. 80 millió forintot nyert a kormány munkahelyteremtési pályázatán a Törökszentmiklósi Bábolna Élelmiszeripari Kft. Az önerővel együtt 114 millió forintból termelési kapacitás növelő beruházással a cég hamarosan 42 új munkavállalót alkalmazhat, ezzel duplájára növelheti alkalmazottai számát. Szerencsére megnyertünk egy munkahelyteremtő pályázatot, így közel duplájára tudjuk emelni a dolgozók létszámát, sőt kicsit többel is, hiszen 42 főre kaptunk most támogatást. A támogatás nem csak a munkahelyek teremtésére szól, illetőleg az ahhoz kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtésére, hanem egy kapacitás bővítésről is beszélünk, nem is akármiről. Tulajdonképpen mit vásárol a cég? Ez így van, vásárolunk továbbá élelmiszeripari formázógépet és hozzászállító szalagot is, így tudjuk bővíteni a gyártókapacitásunkat a jövőben. Mikorra várhatjuk az álláshirdetéseket? Az álláshirdetések azok hamarosan el is indulnak, hiszen amint lezajlik a közbeszerzési eljárás és a gépeket megvásároltuk, már rögtön fel is vesszük hozzá a munkaerőt. A gépek kezeléséhez, kiszolgálásához alapvetően milyen jellegű munkavállalókat fognak keresni? Alapvetően betanított munkásokat keresünk, hiszen itt a szalag mellett kell dolgozni azokkal a termékekkel, amiket a jelenlegi dolgozók megtanítanak, hogyan kell a szalagon tartani és a szalagon bánni velük. Akkor, ha jól értem, termék portfólió bővítésre nem számíthatunk még egyelőre, vagy legalábbis nem közvetlen a beruházáshoz kapcsolódóan, viszont kapacitás növekedéssel igen? Igen, szükségünk van kapacitás bővítésre, hiszen termékeinket hál' Istennek a piacon nagyon nagy mennyiségben keresik, és gyakorta előfordul, hogy nem is tudunk eleget tenni a kéréseknek, így nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy ezzel a kapacitás bővítéssel ki tudjuk szolgálni a piac ezen részét is. A két eszközbeszerzésre mennyi pénzt nyertek a pályázaton? Összesen a pályázatra közel 114 millió forintot nyertünk, ebből körülbelül 34 millió forint az önerő, tehát a maradék 80 millió körüli összeg az, amit fordíthatunk tisztán a munkahely teremtésre és eszközvásárlásra is. A cég gyártósorait jelenleg termékskálától függően naponta 15-20 tonna késztermék adja el. A kapacitás bővítés után a napi termelés legalább 30%-kal nő. A pályázati támogatás nélkül a nagyértékű beruházást a cég csak jóval később tudta volna megvalósítani. A Törökszentmiklósi üzemben főleg helybeli munkavállalókat foglalkoztatnak, zömük nő. Az általuk készített termékek legnagyobb része a magyarországi élelmiszer áruházak hűtőpultjaiba, onnan pedig a hazai tányérokra kerül. Ha veszünk egy gépet, készüléket, legyen az háztartási berendezés, szórakoztató elektronikai cikk, vagy éppen autó, netán erőgép, akkor kapunk a termékhez gépkönyvet, termékleírást és használati utasítást. A leírtakat alaposan áttanulmányozva biztonsággal használhatjuk új szerzeményünket, ha pedig elakadunk vagy gondunk támad, akkor rendelkezésünkre áll a vevőszolgálat. A haszongépek piacán talán az általunk megszokottnál is fontosabb a vásárlók és a felhasználók közötti kapcsolat. A mezőgazdasági gépeket és szerelvényeket forgalmazó Agrobékés Kft. Közvetlen együttműködésben a gyártóval, hazánkban még ritkaság számba menő szolgáltatással áll a vásárlók rendelkezésére. Egy aratási körúton vettünk részt, igyekeztünk minél több helyszínt meglátogatni. Két gyári specialista ember érkezett erre a hétre hozzánk, hogy a legtöbbet kihozzák az Axialflow kombányokból. A héten az első állomásunk Tiszasű volt,
Utána két napig Dunántúlon forgattunk, illetve állítottuk be a kombányokat. Ma pedig az utolsó napon Túrkevén vagyunk, és a háttérben lévő Axialflow 6140-es kombányt fogjuk beállítani, és ezután gyakorlatban is kipróbálni. Ez önöknél praxis? Ez szokás, hogy azok a gazdák, akik új gépet vásárolnak önöktől, számíthatnak a gyártónak a szakmai segítségére és a forgalmazóira? Így van, jól tetszett mondani, ez egy új kombány, idei eladású, alig pár hektár van benne. Ezt a körutat már megszerveztük többször is, ebben a formában tavaly először, úgyhogy igyekszünk ezzel egy hagyományt teremteni, és ezáltal még jobban támogatni a gazdáinkat. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség mind a gazda, mind a cég számára, hogy a kapcsolatot tovább ápoljuk. Rengeteget fejlődik a technológia, gondolom a gépgyártásban ugyanígy. Mondjuk egy 5 évvel ezelőtti kiadású kombányhoz képest ez a vadonatúj mennyivel tud többet? Természetesen egy 5 évvel ezelőtti kombányhoz képest rengeteg változás volt, illetve fejlesztés volt a kombányok tekintetében is. Elektronika, automatizáció rengeteget változott. Ugye egyre inkább elterjed a GPS technológia, tehát a vezetőnek igazából semmi más nem kell csinálnia, csak a gázkart nyomnia, a kombány beáll a táblába, felvéve egy fogást, és a kormánykerék elmozdítása nélkül magától dolgozik igazából. Ezeken kívül még természetesen a cséplési, leválasztási szekcióban is folyamatosan vannak fejlesztések annak érdekében, hogy minél tökéletesebbé tegyék a gépeket. Úgy gondolom, hogy a KZH minden évben megpróbálja a legtöbbet kihozni ezen fejlesztések tekintetében is, és a következő szezonban is várhatóak mind a nagy szériás, mind a kis szériás kombánynál forradalmi újítások. A kombány gyártója az amerikai központú Case IH mezőgazdasági gépgyártó, amelynek ausztriai képviselete áll közvetlen kapcsolatban a forgalmazókkal és a végfelhasználókkal. A cég egyedülálló vevőszolgálati kapcsolatrendszert épített ki azzal a céllal, hogy termékeiket minél sikeresebben használhassák a gazdák. Valójában ezt a fajta szolgáltatást tavaly kezdtük el importőrünkkel, az Agrobékéssel együtt, és ennek valójában igen egyszerű oka van. Az Axialflow kombájnunk ugyanis rendkívül alkalmas a magyarországi szántóföldekre, és szeretnénk teljes bizonyossággal meggyőződni arról, hogy minden vásárlónk, aki az Axialflow mellett döntött, megkapja a számára a leghasznosabb felhasználási tanácsot. A gépe az általa megmunkált föld tulajdonságainak legmegfelelőbb beállítással dolgozhasson, és ezáltal kihozhassa a kombány lehető legjobb termelési tulajdonságait. Amikor megérkezünk egy vevőnkhöz, akkor három tényezőt vizsgálunk meg. Az első az aratás minősége, vagyis az, hogy a magvak lehetőleg minél kevesebb szennyeződéssel kerüljenek le a földekről, minimális szemveszteség mellett. Természetesen nagyon fontos az is, hogy kihozzuk a gépből a lehető legnagyobb teljesítményt. Az Axialflow rendszere lehetővé teszi a finom hangolást, vagyis azt, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve tudjuk beállítani a berendezést. Nagyon fontos a vevők igénye is, akikkel együtt végezzük el a gép összes paraméterének beállítását annak érdekében, hogy megfeleljen mindhárom említett tényezőnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a szép masinát a gyártás során ugyan beállították, viszont odakint a szántóföldeken már az adott termelési körülményekhez igazítják. Pontosan így van. Az alapbeállítást a gyárban végezzük el, majd az aratás feltételeitől és a betakarítandó termény típusától függően beállíthatjuk az adott körülményekhez illő, legmegfelelőbb aratási feltételeket. Természetesen egy Dunántúlon elvégzett beállítással nem lehet aratni Kelet-Magyarországon, hiszen a talajviszonyok és ebből adódóan a termés minőségi paraméterei is eltérőek. A finom hangolást ezért végezzük kint a földeken, és egyúttal megtanítjuk vásárlóinkat arra, hogyan érhetik el a gép jobb és hatékonyabb kihasználtságát. Előfordul, hogy szinte alig kell módosítanunk a beállításokon, de előfordul az is, hogy jelentősebb módosításokra van szükség.
lehetőség. A gazdák örömmel veszik szolgáltatásunkat, hiszen munka közben tapasztalhatják meg, hogy olykor jelentős teljesítmény és minőségjavulást tudunk elérni. A célunk közös: gyorsabb betakarítás és magasabb minőség. A visszajelzések szerint szolgáltatásunkat örömmel veszik a gazdák, mivel nagyra értékelik a gyártóval és az importőr agróbékéssel való közvetlen kapcsolatot. Megtapasztalhatják azt is, hogy a forgalmazó napi szakmai kapcsolatban áll a termék gyártójával, ami a vásárlók számára azért is megnyugtató, mert biztosak lehetnek abban, hogy mindenkor megkapják a gyártótól és a magyarországi forgalmazótól is a termékre vonatkozó leghasznosabb tájékoztatást. És most önök elmennek, más gazdákhoz látogatnak el, hogy számukra is elvégezzék a gépbeállítást. Elképzelhető, hogy ez a gazda, akinél most vannak, jövőre más terményt arat majd ezzel a kombájnnal? Kérhet majd akkor is felhasználási és beállítási tanácsot, akár önöktől, akár az agrobékéstől? Kelet-Európában több, egymástól jelentősen eltérő piacon is jelen vagyunk, és ezt a szolgáltatást mindenhol a helyi importőrrel közösségével nyújtjuk a gazdáknak. Az eltérő gazdálkodási körülmények és a változatos terményskála természetesen azt indokolja, hogy a forgalmazók ne csak a gépeink eladása után, hanem azok használatának teljes időtartama alatt el tudják látni tanácsokkal a gazdákat. A háttérben természetesen ott vagyunk mi, a gyártók képviselői, akik mindenkor elérhetőek vagyunk, hiszen egyik kiemelt célunk az, hogy szakmai információk kellő időben és gyorsasággal eljussanak a végfelhasználókhoz, a gépeinket használó gazdákhoz. A kormány stratégiai ágazattá minősítette a mezőgazdaságot, egyebek mellett azzal a céllal, hogy évtizeden belül hazánkban csak tiszta agrárkörnyezetben termett, tiszta élelmiszer kerüljön a földekről egyenesen a boltokba. A stratégiai célokról is beszélt a látóhatár nézőinek az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. Az egész magyar mezőgazdaságnak a kertészeti ágazata az egy kézi munkaerő igényes, de egységnyi területen sokkal nagyobb jövedelmet biztosít, mint a klasszikus szántóföldi növénytermesztés, ami inkább gépesítés függő. És elindultunk egy 8 évvel ennek a kormányzásnak az időszakában abba az irányba, hogy a kézi munkaerő igényes és az egységnyi területen nagyobb termelési értéket előállító kultúrákat erősítsük, azokat a gazdálkodókat. Ennek sok-sok részlete van, persze van Európa Uniós pályázati forrás is, és magyar pályázati forrás is a termeléshez kapcsolódva. És hála Istennek most már eljutottunk oda, hogy a szintén egy program keretében, hogy a magyar termékeket egyre nagyobb számban keresik a fogyasztók. Ezzel kikényszerítettük olykor néhány multinacionális nagy áruházláncnál, hogy ők nem szívesen fogadtak be, nem előszeretettel fogadtak be magyar terméket, hozták az övét, a németet, a franciát, és ami ilyen országáruházláncához tartoztak. De szerencsére a fogyasztók elkezdték keresni éppen az ösztönzésünk hatására a magyar terméket, amely mögött magyar gazda van, hát ide akarok kiukadni. Most már nincs olyan multiáruházlánc, mindegy, hogy külföldi tulajdonúak ezek, amelyek megmernék azt tenni, hogy ne árulnának nagy mennyiségben magyar friss zöldséget, gyümölcsöt. Magyar gazdálkodásnak van egy rendkívül nagy előnye. Nem tettük tönkre a termőföldünket az elmúlt 30-40 évben, szegénységünk okánál fogva, de ez most egy hihetetlen nagy előny, hiszen a magyar mezőgazdaság és ezen belül rendkívül izgalmas a közvetlen elfogyasztott élelmiszerek termelése, az egy természetközeli állapotban valósulhat meg. Nem egy műanyag földön, ha így fogalmazhatnék, hanem viszonylagos jó kondíciójú termő talajon. Na, ennek lesz az a következménye, hogy rendkívüli jó minőségűek a magyar termékek. Üdvözlendő, hogy a nagy multi bevásárlóközpontok polcain egyre több magyar árut kaphatunk. Külföldre ki tud-e jutni a magyar termék? Van-e olyan, hogy brand, ami azt jelenti, hogy na, ez magyar, és ez biztos, hogy jó lesz? Ez minden országnak a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudja beazonosítani úgy a termékét, hogy még külföldön is megismerjék. Természetesen itt a nemzeti trikolor színek a irányadóak, ha már külföldről beszélünk, és hogyha egy komoly, nagy összefogásról is beszélhetünk, akkor bizony a márkázás, a védjegy az egy előrelépés lehet. Ebben úgy néz ki, a védjegyezés kérdésében újra kell majd gondolnunk, hiszen valami 70 vagy 80 védjegy futkároz most már itt a magyar termékek között, és nem mindig tudjuk megmondani
elmondani a fogyasztóknak, hogy melyik mögött milyen tartalom, milyen érték rejtőzik, és bizony ez nagyon jelentős, hogyha ezt megértetjük a fogyasztókkal, hogy az ilyen védjeggyel, logóval, márkajelzéssel ellátott élelmiszer mögött egy nagyon komoly minőségi tanúsítvány is van, és egy folyamatos ellenőrzés is van, hogy kérem, ők ezt a szintet egyszer elérték ez a termékkel, de ez nem elég, ezt én folyamatosan ellenőrzöm, egy hatóság, legyen ez NÉBIH, vagy valamilyen állam által szignózott hatóság, aki garantálja, hogy folyamatosan ezt a minőséget adják. Ebben kell most előrébb lépnünk. A külföldre való jutás általában egy piaci verseny keretében történik, de a külföldiek is pontosan tudják, hogy a Kárpát-medence egyszerűen olyan szerencsés hely, ahol rendkívüli beltartalmi értékekkel tudunk élelmiszer alapanyagokat és közvetlen zöldséggyümölcsöt előállítani. Szemléletváltásra és termékpaletta bővítése van szükség a magyar zöldség és gyümölcságazatban. A Jászapátin megtartott Nyitott Dinnyeföldek program nyitó rendezvényén elhangzott, hogy a Nemzeti Agrárkamara az évelején alakult szakosztályának egyik kiemelt célja, hogy kertészeti ágazatunk a jelenlegi termelési értékét rövid időn belül a duplájára emelje. Magyarország olyan medencébe fekszik, ahol Isten adta jó termelési körülmények vannak. Minden zöldséggyümölcsbe, de különösen a dinnyébe nagyon jó minőséget tudunk előállítani, és július, augusztus, szeptemberben a piacaink is nyitottak lennének. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, és a gazdáknak újabb és újabb bevételt hozzon ez a tevékenység, egy komoly technológiai fejlesztésre van szükség. Ez utóbbi terén sokat ennivaló, mivel a kutatásfejlesztés, az oktatás és a fiatal gazdák hatékony bevonása még várat magára. Tudomásul kell venni azt is, hogy az eltelt néhány évben jelentősen megváltoztak a vásárlói igények. Amit egy évtizeddel ezelőtt el lehetett adni, arra nem biztos, hogy még mindig van kereslet. Dinnyéből például az EU piacain szinte csak a mag nélküli talál vásárlót, és mivel egyre több az egyszemélyes háztartás, az úgynevezett mini dinnye is mind kelendőbb. A technológiai újítások és a termékpaletta frissítése mellett azonban az ágazat nyereségességének növeléséhez mély szemléletváltás is szükséges. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz bizony a szervezettségi szintünket, a termelőknek a szervezettségét, pontosabban a termelői értékesítő szervezeteket, ami azt jelenti, hogy a termelők összehordják az árukat és egységesen adják el, abban nagyon komoly változásokat kell létrehozzunk, bár alakult egy csomó tész Magyarországon, pillanatnyilag 68, de én úgy gondolom, hogy korszerűsítenünk kell a tevékenységüket, és ugyanazt a funkciót kell ellássák, mint Nyugat-Európába, kevésbé a felvásárló tevékenységet. Persze ahhoz, hogy a termelők új érdekviszonyok között új szerveződési lehetőséghez jussanak, vagy fejlesztenek, ez bizony a gyökérokokat meg kell változtatni. Mire gondolok? A 27%-os áfa nagyon sok. Európában minden zöldséggyümölcs termelő ország 5%-os áfával dolgozik. A másik, ami ehhez tartozik, van egy különlegességünk Magyarországon, az őstermelés, amit mi használunk, ami egy adózási kategória, a sehol Európában nincs. Én úgy gondolom, hogy betöltötte szerepét ez az őstermelői rendszer. Egy korszerűbb rendszerre kéne áttérnünk. Erre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott is egy javaslatot a kormányzat felé, és a családi gazdasági, gazdálkodási forma bevezetését javasolja. Úgy gondolom, ha ez a kettő, tehát az őstermelés megváltoztatása és az áfa csökkenése 5%-ra döntő változásokat jelentene a termelői szervezettségek sikerébe. Mindezek mögött persze ott a termék, amit el kell adni, ahhoz pedig jól felépített marketingre van szükség. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara uniós támogatással indította el zöldséggyümölcsfogyasztást népszerűsítő programját. A kampány a hagyományos marketingeszközök mellett más módszerekhez is nyúl. A családokat vettük célba, mert kiderült, hogy a családok fogyasztása határozza meg tulajdonképpen a jövőt, és itt a gyerekeket is nagyon fontosnak tartjuk. Az egész programnak az a címe, hogy Európai Friss Kalandok, nagyon-nagyon sok mindenből áll, tévé, filmtől kezdve, helyi iskolai rendezvényeken és edukációs, tehát oktatási programokon keresztül nagyon sok játékos programok. És a mondani valója az, hogy bármi rossz érheti az embert az életébe, a gyerekeket, bármilyen
sátánnal vagy egyéb mesefigurával kell megküzdeni. Ha sok zöldséggyümölcsöt eszik, akkor mindent le tud győzni. Tehát akkor azért találkoztunk most itt Fruttival és Vegivel a mai rendezvényen is. Hol fogunk velük találkozni legközelebb? Hasonló körülmények között? A családi rendezvényeken, a gazdálkodói rendezvényeken, ezen kívül a különböző gyerekprogramokon, és ősztől a televízió képernyőin is, a Minimax műsorán, vagy éppen volt most a Gyerekszigeten, tehát egész komoly állandó szereplői lesznek a gyerekvilágnak. Mezőgazdasági árvízkáron kívül térségünkben minden egyéb előfordult ebben a gazdasági égben. Volt fagy, aszály, vihar, jégverés. Azt még nem lehet tudni, hogy a természet erői pontosan mekkora károkat okoztak a gazdálkodóknak, és ezzel együtt az egész nemzetgazdaságnak. Azt viszont már igen, hogy a megyéből eddig 11 ezer hektárról érkezett kárbejelentés az illetékes hatósághoz. Eddig már több bejelentés érkezett, mint tavaly az egész kárenyhítési ciklus időszakában, ami október 30-áig vagy október végéig tart. Így eddig egy 11 ezer hektár fölötti területre érkezett be kárbejelentés. Ez 261 bejelentést jelent, ami 1083 parcellát érint. Hát, hogy milyen bejelentések is érkeztek. Mondjam, aszálykár 1500 hektárra, belvízkár 7700 hektárra, felhőszakadás több mint 100 hektárt érintett már, jégeső 230 hektárra jelentettek be. Tavaszi fagykár, hát az nem sok volt a 33 hektárjukkal, téli fagykár viszont 250 hektárt érintett, és már viharkárra is 1240 hektárra érkezett bejelentés a agrárkár megállapító szervhöz. Mekkora, milyen értékű a terméskiesés ezekből a károkból? Ezt most így megmondani nem lehet. Agrárkárenyhítést igényelhet a gazdálkodó, amennyiben a károsodással érintett területen a terméskiesés, hozamkiesés úgymond a 30%-ot meghaladja. Tehát ez egy sarokszám, ha nem haladja meg a 30%-ot a várható terméskiesés, akkor a kármegalapító szerv elutasítja a kárbejelentést. Kárbejelentésről beszélünk, és kárenyhítésre mikor számíthatnak a gazdák? Kárenyhítésre külön bejelentést kell tenni a gazdának, az november 30-áig teheti meg. A kárenyhítést a agrárkár enyhítő szerv, vagy enyhítést intéző szerv, ami gyakorlatilag a Magyar Államkincstár fogja majd elbírálni, ő ott számolják ki, hogy mi az az összeg, ami agrárkár enyhítésként kifizethető a gazdának. Kikre, melyik szolgálatra számíthatnak a gazdák, hogy segítsenek nekik ebben, hogy a kárenyhítéssel élni tudjanak, illetőleg időben megtegyék a bejelentést? A kárenyhítésben gyakorlatilag a gazdák önkéntesen saját jószántukból jelentkeznek be, tehát a kárenyhítési rendszerbe tagként be kell jelentkezniük. A bejelentkezett személyeknek a Magyar Államkincstár a terület nagyságától függően megállapítja a fizetendő összeget, és ehhez az összeghöz a Magyar Állam ugyanannyit hozzátesz, tehát megduplázza a kárenyhítési alapot, és hát ebből az alapból kerül majd kifizetésre a gazdáknak a kárenyhítés, tehát hangsúlyozom kárenyhítés, tehát teljes kárt soha nem térítünk, és van még egy másik lehetőség is, vagy nem lehetőség, hanem jogszabály is megfogalmazza ezt, tehát ha a kárenyhítési alap ténylegesen nem fedezi a gazdág által benyújtott, úgymond, kárenyhítési igényt, akkor arányosan minden egyes igénylőnél csökkentik a kifizethető összeget a meglévő alap határaig lehetőségéig.
Kedves nézőink, a Látóhatár augusztusi kiadását látták. Műsorunkat ismét megnézhetik a Szolnok Televízió honlapján, szerkesztőségünk YouTube csatornáján, és követhetnek bennünket a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra szeptemberben! Kiemelt szakmai partnerünk a Jász-Nagykun Szolnok megyei Agrárkamara. Közreműködő partnerünk az Agravei Kft. Határtalan lehetőségek a határban, a gazdák szolgálatában. Drónos gépi permetezők elérhető áron. Minőség, gazdaságosság, magas hozam. Győzze le hatékonyan a kártevőket, előzze meg velünk a konkurenciát a jövő század technológiájával. Hívjon bennünket akár most a részletekért. Agrovei, a jövő.